Nyíregyháza vezetése 2017-ben azzal kereste fel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építőművészeti doktori iskoláját, hogy külső szemlélőként világítson rá a fejlesztési lehetőségekre, amelyek támogatják a térség felpezsdítését. A kutatási tervezési folyamat során a csoport, azaz a doktoranduszok megvizsgálták a belváros és Sóstó működését, valamint néhány fontos, jellegzetes és tipikusnak mondható városi problémára javaslatot dolgoztak ki. Nem individuális megoldási javaslatok születtek, hanem egy átfogó koncepció, amely a zöld út nevet kapta. Ezek nem konkrét tervek, hanem inkább ilyen problémaföltáró, javaslattevő, és majd nyilván azt szeretnénk, hogy a továbbiakban legyen ennek folytatása. Olyan fölvetések, amelyek bennünket is elgondolásra késztetnek, mert nem biztos, hogy itt házon belül, vagy akár a városon belül mindig ugyanazt veszük észre, amit egy idegen. Most ezt megtették helyettünk. A zöld út koncepció egy élhetőbb, jobban használható Nyíregyháza vízióját vetíti elő. A belvárosban elsősorban olyan helyeket kerestünk, amik valamilyen módon a közösségi terek színhelyei, ahol közösséget lehetne fogadni, vagy közösségi életet generálni építészeti beavatkozások révén. Például az Érpatak mentén kiválasztott kis pici helyek, ahol kiskertet, találkozóhelyet, kávézót lehetne kialakítani, vagy a Besenyei Park területe, vagy az Országzászló tér, ami az intézmény ezekhez kötődően olyan plusz közösségi tereket volna képes befogadni, amik eddig nem voltak. Sóstó működését is vizsgálták a doktoranduszok. Leginkább, amit szeretnénk, ők is eljutottak arra a pontra, hogy a gépjárműmentesítést valószínűleg nem lehet megúszni másként, mint hogy vagy parkolóházat építünk, vagy föld alatti parkolókat, de egészen biztos, hogy még arra a rövid időre is, ameddig Sóstó terhelve van a turisták által, addig csak akkor tudjuk gyalogos övezettté nyilvánítani akár a Szimbád sétányt vagy más területeit, hogyha valahol kívül megfogjuk az autókat és azoknak helyet adunk. Az urbanisztikai és építészeti javaslatok tervi megfogalmazását bemutató tanulmányterv kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén tekinthető meg.